Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Lőrinc TV aktuális magazin műsorát látják. Már is kezdünk, mégpedig képes ajánlónkkal. Nézzük aktuális magazin műsorunk képes ajánlóját. Majál is az Urbak téren, sör és virsli helyett hamisítatlan dzsemboré hangulat. Történelmi időutazás, még a szolgabírót is megidézték a vásári hangulatban. Gyermeknapi forgatag, a villogos autók és a lovas kocsikázás vitték a prímet. Választás 2024, bemutatkoznak a polgármester és a képviselőjelöltek. Mindez ma itt a Lőrinc TV-ben tekinthető meg, maradjanak hát velünk! Május 1-e Szent Lőrincen, sör és virsli, illetve felvonulás helyett dzsemboré hangulat, már is mutatjuk összeállításunkat. Május 1-én Szent Lőrincen vidám, majális hangulat uralkodott az Urbak téren, ahol családok sokassága gyűlt össze a kora tavaszi napsütésben. Az Aradi Varga Show és Russzó TV koncertje mellett számos program várta a látogatókat, köztük a gyerekeknek szóló körhinta és vásári forgatag. A csodálatos időjárás csak tovább emelte a hangulatot ezen a különleges napon. Koszorús nagy költőnk Kossuth Lajos is megmondta. Kérem, mit mondott Kossuth? Mit mondott Kossuth? A kedves nézők csak tudják, hogy mit mondott Kossuth? Mit mondott? Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás. Iparkodjanak, mint egy félkarú órás. Mondom, óriás. Óriási dolog ez. Hát, tudja, nyugdíjasok vagyunk, nem telik pénz nekünk sok kútorra. Így aztán egy szekrényben vannak az ételízesítők, meg a kerti vegyszerek is. Kóstoltál már a részszulfátos mákos bugyoromat? Nem, azért van életem. Kultúrház igazgatójával beszélgetünk a mai majális sikerességéről, amelyhez az is kellett, hogy jó idő legyen, és sokan fogadják el a meghívást. Igen, szerencsékre nagyon sokan kijöttek, nagyon jó időnk van, ugyan kicsit borongos, de ez az nem szegi a kedvünket. Talán az idén vannak a legtöbben, egy olyan 500-an biztos, hogy kijöttek, csapatok főznek, rengeteg fellépők gyerekeknek, felnőtteknek, sóderklub, árusok vannak, édességárusok, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon szép napunk van. Ez egy jó kombó, ha lehet ezt mondani. Gondolom, rengeteg munka van egy ilyen rendezvény megszervezésünk. Hát nagyon sok munka van benne, de mi nagyon nagy örömmel tesszük, csináljuk, és azt látjuk, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, egyre többen vagyunk, tehát megéri. Hát egy körbenézek itt, sok embernek a keze munkája is ebben benne lehet, hiszen a padokat, a sörpadokat ide kellett hozni. Egy szóval itt nagyon sokan megmozdultak annak érdekében, hogy ma mindenki jól érezze magát. Így igaz, tehát közfoglalkoztatottak segítettek, civil szervezetek, egyesületek, kisebbségi önkormányzatok, tehát egy ilyen nagyon nagy csapatmunka. Itt az Urbak tér, mint helyszín bevált, hiszen korábban ezek a majálisok a Kultúrház udvarán voltak. Így igaz, most ugye egy felújítás alatt áll a művelődési központunk, tehát ide jöttünk ide, úgy látni, hogy igen, nagyon is jó, hogy itt vagyunk. Jövőben is elképzelhet, hogy ide kerülnek ki a nagyobb rendezvények? Igen, elképzelhető, mert ugye itt a panelok közelsége, a belváros közelsége sok embert ide hoz. Ha nem titok, sokba kerül azért egy sztár vendég ide invitálása? Relatív sokba, igen. De jó befektetés, mert kijönnek rá. Így igaz, mindenképp megéri, és megéri válogatni köztük is, akik közkedveltek. Mi lesz a következő időszak, nagy durranás, a következő rendezvény? Gyereknap, május 25-én, szintén ezen a helyszínen, ide is sok szeretettel várjuk. Elsősorban a gyerekeket, de a felnőttek is fognak találni maguknak kis programokat. Ez a lányok legényt jó megbecsüljétek, hogyha részeg a fogát kiüssétek. Fektessétek a zöld paplanós ágyra, azt nézzétek, milyen lesz a színe nem sokára. Ez mögém került, ebből hír lesz hamarosan, hogy nem akarunk gyereket. Helyre részeg a legény, de meg kell őt becsülni. A kerékpárra így is fel tud ülni. Elesett, de háromszor is felkelt, azt így is megelőzte a Sebastian Fettet. Hagyjék a Jóistát! Köszönjük szépen! Hát arra kérném most győrvári képviselő urat, hogy egy kicsit elevenítsük fel, hogy hány majálisom volt már Szent Lőrincen, szerintem magasra tenném a lécet. Atyaék, de nagyon komoly kérdés, mert
azt mondja, hogy 80-tól számítottan, 1980-ról van szó egyébként én múlt századból, és majdnem mindegyiken, de ez a mai, ez kicsit emlékeztet már arra. Tehát mert itt is van egy sok pohár sör, meg egy-két más dolog, ami akkor volt a hangulat. A régi idők, régi, jó majális, ugye? Régi idők majális, amikor összejöttek ugye a cégek, általában a cégek jelentek meg, és a felvonulás után itt Szent-Lőrincen, ahol a szokások, mindenki leült, és a strandon voltunk, és május 1-én nyitottuk a strandot. Tehát ami különösen... Dupla ünnep volt, ugye? Hát természetesen is, akkor minden cég, meg volt a virsli hozzá, amit kellett főzni, de meg volt hozzá a sör, amit meg kellett inni, tehát a hangulat. És valahogy ezt látom, most azt látom, hogy csapatok, csoportok, lakóközösségek itt összejöttek, és itt vannak együtt. De jó dolog látni ennyi embert együtt, mert ilyenkor együtt lélegzik szinte az egész közösség, és hát tényleg a rengeteg gyerek jelzi azt, hogy ez egy szapora nép a szentlőrinci. Hát nem is, hogy szaporan hív, de az, hogy egyszer jelenik meg. Jó egyébként a helyszín is most, mert szűkebb helyen vagyunk többen, de tényleg kell, hogy találkozzanak az emberek, mert a megemelkedett új technológiák, ugye a telefonok, a Facebook és minden más elviszi a beszélgetéseket. És itt viszont látom, hogy a szomszédok is most találkoznak. Én is a szomszédommal ennyit nem beszéltem, most fél év alatt, amit most tudtam beszélni. Tehát ezek a fontos dolgok, mert visszajön kicsit az értékes dolgok, amik régen voltak. És ez az emberek lelkét is úgy helyre teszi, ugye? És az legfontosabb egyébként sokszor. Tehát ezt a tudósok mondják, hogy a lelki bajok azok kihatnak egészségre is, tehát fizikai problémákra is. És szerintem itt most gyógyulás útján van nagyon sok ember. Itt, hogyha körbenézzük, látjuk az új játszóteret is, és hát tudjuk jól, hogy óvodák újulnak meg Szentlőrincen. Valahol hallottam a szlogent, hogy a családok városa Szentlőrinc. Ezt nyugodtan ki lehet jelenteni? Talán, de így nem kiemelten az, hogy óvodáink mindig szépek voltak. Bölcsőde az egy új dolog, volt már bölcsődénk, de itt inkább másféleképpen fordítom le. Tehát, hogy a családoknak az igényeit ki tudjuk szolgálni a bölcsődétől a középiskoláig. Tehát ilyen értelemben igen. Sok ilyen rendezvény kellene? Túl sok nem szabad, mert akkor megújjuk. Az a ló másik fele lenne, ugye? Így van. De az igényes rendezvényekre szükség van természetesen. Polgármester, gondolta volna, hogy ilyen sokan elfogadják a meghívást erre a mostani majálisra? Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak, és annak, hogy a különböző korosztály, tehát a legkisebbektől, a bölcsödésektől, a nyugdíjasokig itt vannak. Nagyon sok civil szervezet is ugye kijött és főztek, közös főzés volt, de figyeltünk arra, hogy minden korosztály megtalálja a számítását, úgyhogy igazán, hogy jól sikerült a rendezvény, így el lehet mondani a délutáni órákban. Ez az urbaktér, ez bevált így az elmúlt időszakban, ugye? Tehát itt rengetegen elférnek, és hát eleve lakótelepről sokan jönnek le. Igen, tehát egy előnye az, hogy itt közvetlenül, tehát le lehet, szóval lemegyünk egy kicsit, körbenézünk, visszamegyünk, tehát közel vagyunk a város közepén. Másik helyszínnek, ugye, ami szokott még lenni, ott ugye a szabadtéri színpad az előnye, de pont arról beszéltünk, hogy igazán a színházi előadás, ugye, ami a színpadhoz kötődő rendezvényeket továbbra is oda kell kivinni, és ott nagyon jó a helyszín, viszont az ilyen kisebb rendezvény, ha úgy kisebbet, hogy kisebb színpadigényű rendezvény pedig ide el tudjuk akkor hozni. Ünnepnap van, május 1-e a munka ünnepe, és ugyanakkor 20 éve az Európai Unióba csatlakozott Magyarország épp ezen a napon. Mit adott ez nekünk gyakorlatilag? Mondjuk a Szentlőrincen körbenézünk, lehetett ebből profitálni? Igen, egyértelmű, hogy lehetett. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a tagsága, hogy mi tagok vagyunk, ez valamit jelent. Ezért küzdöttek nagyon sokáig ugye a vezetők, hogy az Európai Unióba befogadják a magyarokat, hiszen azt mondom, hogy történelmileg azért itt voltunk Európa közepén évszázadok óta, tehát sőt
nem száz, vagy ezer éve is. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy létjogosultsága van a magyarságnak, mind a kultúráját tekintve, mind a gazdasági szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy itt ezt mindenképpen meg kellett lépni, és az elmúlt 20 év azért Szentlőrincen is megmutatkozik, tehát azok az uniós források, az uniós pályázataink, azok itt vannak, és ez sokat segített a város fellendülésén mindenképpen. Munka ünnepe, hát hogyha az embereknek van munkájuk, minden van, hiszen akkor el tudják látni a családjukat, gyakorlatilag tudnak boldogulni, egyről a kettőre jutni. Jellemzőképpen ez a szentlőrinci családoknál? Így van, én azt gondolom, hogy most már azért a szentlőrinciek is el tudnak helyezkedni. Az egy más kérdés, hogy a baranyai bérek, azok le vannak maradva mondjuk egy Fejér megyei, pláne egy Pest megyei bérektől. Tehát ez mindenképpen ez át kell gondolni, és ezt a gazdasági helyzetet azért javítani kell. Ezt azért kevésbé tudjuk minden Szentlőrincről megoldani. Én azt gondolom, itt az országos vezetőknek, az országgyűlési képviselőknek, megyei vezetőknek kell azért tenni, hogy itt a gazdaság az megélénküljön. És ugye most nagyon sokat hallani erről az ipari parkról itt mellettünk, ugye pár kilométerre. Azt gondolom, ez mindenképpen a lakosság számot növelni fogja Szentlőrincen, ezért már az elmúlt időszakban is nem terveztük, hanem a terkek kialakítása folyamatban van, és ezzel, hogyha ez most biztossá válik, ugye most már azt lehet mondani 100%-ban, akkor erre nekünk készülnünk kell. És az iskola és az óvoda és a bölcsőde befogadását azt ugye tudjuk biztosítani, tehát megvan ez a feltétel, de azt gondolom, hogy itt a több telket kell még kialakítanunk, mert én bízok abba és számítok arra, hogy lakóházak fognak épülni továbbra is Szentlőrincen. És ugyanez ugye, ahogy a mai napon itt van a különböző korosztály és a legkisebbektől, tehát ez érint minden korosztályt, akár a szórakozást tekintve, és erre a vállalkozók is, remélem, hogy erre a hullámra rá tudnak akkor ülni, és esetleg újabb éttermek, újabb szórakozó helyek lesznek. Kritikaként elhangzott néhány héttel ezelőtt, hogy mert megszűnt Szentlőrincen adott hely. Az nem azért szűnik meg, mert az önkormányzat nem akarja, hanem azért, mert fizetőképes keresletnek kell lenni. Fizetőképes kereslet pedig akkor van, hogyha a szentlőrinciek jól kereső munkahelyen tudnak dolgozni. Remélhetőleg, azt mondom, hogy 5-10 vagy 20 kilométeren belül, akkor ez a városra mindenképpen jó hatással van, és egy élhető, kulturált kisvárost szeretnénk tovább építeni. És hogyha itt körbenézünk, akkor mindenki jó érzét magát, jókat beszélgetnek, és ilyenkor boldog a polgármester is. Ez egyértelmű, azt gondolom, hogy ha az embereken látjuk, és itt tényleg a legkisebbektől a légvárba, vagy az idősebb korosztályúak a reggel kezdték a napot, hiszen az örömtáncos csoport, vagy a nyugdíjas kórus is, itt már reggel itt voltak, és indították a napot a fellépésükkel. Most is itt vannak, még most délután benn vagyunk már, és remélhetőleg itt 4 óráig itt lesznek az emberek, és egy holnapi napot pedig egy kipihenve tudják kezdeni, és egy kellemes beszélgetés, egy együttlét, hiszen ez viszi előre a város életét mindenképpen, és ezekre a leülésekre és megbeszélésekre, beszélgetésekre, hiszen azért nem megbeszélések, itt beszélgetések, ettől egy közösség épül, és ettől lesz még élhetőbb Szentlőrinc, és ez is egy nagyon fontos dolog. De ki tartasz mellettem? Akik elfogadták az önkormányzat invitálását, fantasztikus nap részesei lehettek a munka ünnepén. Klassz családi program volt ez, ahol mindenki megtalálta a számítását. Múzsamenti vásári hangulat a Brandner Koncz Alapítvány udvarán, mindez egy kis időutazás keretében, már is mutatjuk. Nagy ötlettel állt elő a szentlőrinci Brandner Koncz Múzeum Alapítványi kuratóriuma. Be is népesedett a múzeum udvara egy speciális időutazás kedvéért. Lovaskocsi, virágcsokrok, éneklés és fúvósok, no meg a főszolgabíró, aki panaszokat orvosol és rendeleteket tesz hírközzé. Így indult az időutazó múzsamenti vidámvásár Szentlőrincen a Brandner Koncz Múzeum udvarán. A rendezvényen a térség több települések képviseltette magát, no és a felnőttek mellett a gyerekek is jó szórakozhattak.
Elnök úr, összejött a sokasság, hogyha visszamegyünk a történelembe, hanyas éveket írunk most körülbelül? 1730-tól 50-ig, tehát az a korszak, meg természetesen, amikor valaki látunk telefont, mobiltelefont, az mostani. De amit például a sütemények is mutatnak, hogy ezek 150-160 évesek a ruházat, meg 200 éves, tehát itt egy igaz időutazáson vagyunk. Mondhatni, hogy ez a koncepciójának a mai napnak? A helyzet az, hogy kicsit kezdett elszakadni már a települési közösség, és mindenki maga gondolkodik a saját útján, de én úgy gondolom, hogy ősidőkben is az volt, hogy egy nagyobb települési közösség együtt dolgozott, vásárokra jártak együtt, egy helyen tárgyaltak, meg hasonló programok voltak, tehát valaki össze kell fogni a településeket, tehát ez a cél igazság szerint, hogy Szent Törinc lakossága nyilván a fő célközönség, de az összes település, ami környéken van, azokat is szeretnénk idehozni. Ő mindig is szerette a történelmet, és meg annyi rendezvényen megemlékeztek a múlt egy-egy szegmenséről. Ez a mai nap egy kicsit tényleg nagyobb fogás, hiszen a környékbeli települések is úgy gondolták, hogy részt vesznek ebbe a játékban. Sőt, nagyon nagy fogás. Hát itt körülbelül 20-30 ember dolgozott most már egy hónapja, hogy ez összejöjjön. De ahogy látom, már most kell azt mondanom, hogy sikeres. Pünköst hétfő van, megadva az ünnepnek is természetesen a tiszteletet, így kettő az egyben mondhatnánk ez a rendezvény? Feltétlenül, mert mindig voltak pünkösd ünnepségek ősidőben. A vásárok ilyenkor indultak el igazán, mert ez volt a nyár tavasz vége, és ilyenkor indultak el azok a vásári forgatagok, amik jellemezték az agráriumot, mert akkor kezdődtek el a munkák, akkor kezdődött el az igazi élet a falvakban, a városokban. Tehát ezt próbáljuk visszahozni ebben a pillanatban. Hamarosan megérkezik a fő szolgabíró. Mi lesz az ő szerepe a mai nap folyamán? Hát a méltóságos úrnak feladata az, hogy egyszer az új rendeleteket ismertesse, amik most egyébként a mai fülnek kicsit komikusan hangzanak, de akkor ez valósak voltak. Itt érkezni fog, mert voltak itt viták a lakosság között, sőt konfliktusok, ebben az ügyben itt érkezni kell neki. Hát ez az a fő feladata. A játék jövőre is folytatódik, ilyenkor pünkös hétfőjén? Most már kénytelenek vagyunk, tehát ahogy nézem az igényt, meg akik jöttek, és látom a csillogást a szemekbe, hogy mindenképpen meg kell rendeznünk. A mag el van vetve, ugye? Igen, és remélem, hogy csirázni fog hamarosan. A Vidámvásár egyik legjelentősebb attrakciója a főszolgabíró érkezése volt, aki lovaskocsin gördült be az őt váró közönség közé. A főszolgabírót Németh János, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze formálta meg. A Brandner-Konz Múzeum udvarán fúvósok és kórus várta, majd rendeletek kihirdetése következett. Mielőtt a jókedvre kerülne a sor, egy-két új törvényrendeletet hoztam, amelyet ajánlok Szent Lőrinc lakosságának figyelmébe, és amelynek betartása szigorúan megköveteltetik. Az első törvény a közveszélyes baltaviselés meggátlása tárgyában, minthogy a pásztorok és suhancoknál szokásban lévő baltaviselés nagy mértben hozzájárul ahhoz, hogy egyrészről a gyümölcs és egyéb élőfákban, nem különben a faültetvényekben előforduló gyakori pusztítások meg nem akadályozhatók, másrészről pedig a verekedéseknek véres kimenetelőjekké és súlyos testi sértésekké fajulását okozzák, ezen ártalmas és veszélyes szokás megszüntetésére a következők rendeltetnek. Első paragrafus. A pásztoroknál kanászok, csikósok, stb. És a suhancoknál, földméves legényeknél, stb. Fennálló azon szokás, melynél fogva az őrizetükre bízott nyáj mellett, illetőleg bármerre gyalogjártukban bot vagy fokos gyanánt, élesre köszörült baltát viselnek, ezennel eltiltatik.
doktor úr és a harmonika szinte összenőtek már, és hát mára is készültetek. Egy főszolgabírót milyen zenével illik fogadni? Két köszöntő éneket énekeltünk neki, és azt hiszem ez részünkről elég volt, mert a Rékai tanár úré előtte már a harsonások és a trombitások is köszöntötték a főispán urat. Emlékeim nem csalnak, te is tagja vagy a Brandner Koncz alapítványnak. Ezért érdemes csinálni egy ilyen alapítványi tevékenységet, hogy a közösség éljen és pezsgésbe legyen? Leginkább ezért szerintem a múzeum állag megőrzéséért, és ezzel együtt azért, hogy hírveres csináljunk neki, hogy programok legyenek, és hogy mások is ide csődüljenek, hogy megnézzék. Igen, ezért érdemes, és hogy összetartsa a közösséget. Szerintem Szentlőrincen ez az egyik legmeghatározóbb helyszín, aminek közösség megtartó ereje van. Hogy működik Győrvári Márk gondolkodása? Honnan jönnek ezek az ötletei általában? Ezt nem tudom, lehet, hogy már így született, de mindig van valami ötlete, és jobbnál jobbakat, és meg tudja győzni a csapatát, hogy ezt meg kell csinálni, körül kell nézni. Én attól féltem, hogy kicsi lesz ez a hely, de azért sok jó ember kis helyen is elfér, és most jöttem rá, én már körülbelül 50 éve járok ide, mert a Brandnerékkal nagyon jóban voltunk, de ezt az udvart sose láttam ilyen nagynak. El nem tudtam volna képzelni, hogy ennyi sátor és egyéb minden belefér. Nagyon ügyesen megcsinálták. Itt vagyunk már is a folytatásban Györgyi mamával, aki rengeteg süteményt hozott magával. Ezek az úgynevezett 100 éves receptek? Igen, 150 éves receptek, de nem egyedül készült, a lasszonyokkal egyetembe. Tehát hogy segítség, ugye? Hogyne, nem egyedül készült, mindenki háromfélét sütött, és akkor azt hoztuk. És akkor ezt itt úgy fogjuk kínálni, osztogatni, adományt a múzeum részére elfogadunk, de kinek melyik tetszik, azt parancsolja, de a régi... Félszemmel szemezek közben a sütéke. Van itt édes sós, ahogy illik, ugye? Mindenfajta. Most nincsen. Ott a sarokban nem, azt látom? Nem, az kókuszos. Az is édes. Az kókuszos, igen. Itt most édes nincs. A másik soron ott lehet pogácsát kóstolni, meg bort. De itt csak az édes sütemények. Csak az édes sütemények vannak, igen. Akkor ez igen. Nem a cukorbetegeknek ajánlott sarok? Ez nem a cukorbeteg sarok. Egyéb iránt ezek gyönyörű, szép sütemények, ízre is ilyen színesek, mondhatni, érdemes megkóstolni bármelyiket? Érdemes, érdemes, és ajánlom is mindenkinek, mert a nagyanyáink nem voltak olyan buták már akkor se, úgyhogy azért olcsón, kevés hozzávalóból nagyon finom, ízletes dolgokat varázsoltak ünnepeken a családnak. Mi is megpróbáltuk, hogy mennyire sikerült, azt szíveskedjenek megkóstolni. A szentlőrinciek édesszájúak, hogy amúgy? Általában, és különösen a férfiak. Érdekes. És van sós is, mondom, de a másik sarokban, a főző sarokban van. Máshoz kell menni akkor. Maradjunk itt a rendezvény kapcsán, mi az ön véleménye erről? Jó ötlet volt ezt létre hívni? Volt, mi annak tartjuk, és látszik azért, hogy elég sok embert össze lehet toborozni, hogyha összefogunk. Mert azért sokan összefogtunk ahhoz, hogy itt minden helyén legyen ma. Ez a polgármester urat is itt a vásári forgatagban, a főszolgabíró az előzőekben bejelentette, hogy baltát használni és lövöldözni nem lehet Szentlőrincen. Azt hiszem, hogy ha a történelme visszamegyünk, azért sok érdekesség volt régen is.
Igen, hát azt gondolom, hogy a szabályok azok mindig az aktualitásnak megfelelően születnek. Tehát ma más problémákkal szembesülünk itt a városban, vagy a különböző településeken. Azért az idő múltával újabb probléma, egyik megszűnik, mert már nem aktuális, de olyan problémák pedig előjönnek, ami akkor még elképzelhetetlen volt, tehát azt gondolom, hogy ez természetes. Mit szól ez a rendezvényhez? Egyáltalán a Brandner Koncz Alapítvány aktivitásához évről évre mindig hoznak valami érdekes, és az emberek számára keresett rendezvény. Igen, én azt gondolom, hogy ez a nagyon, nagyon jó ez a rendezvény, hiszen tényleg egy aktív csoportról van szó. Győrvári úr jól mozgatja itt a programokat, és elkötelezett ebbe az irányba. És ma is azt mutatja, itt azt látják az emberek is, akik kijöttek, hogy igen, sokan eljöttek, környező települések is aktívan részt vesznek a programba, illetve a különböző civil szervezetek. Most, hogy mennyire fontos, ezt az önkormányzat is támogatta, ha jól emlékszem, akkor 400 ezer forint támogatást ítéltünk meg arra, hogy ez a rendezvény létrejöjjön, illetve emlékeim szerint a Lafarge, vagy bocsánat, a Holcim cementgyár is, hogy emlékezeteim szerint a Holcim a cementgyár is támogatta a közösségi program keretéből. Azt gondolom, hogy jó célt szolgált, hiszen ha körbenézünk, akkor azt mondja, hogy van érdeklődés, és nagyon sokan önkéntesként nagyon sokat vállaltak azért ma is, hogy itt Szentlőrincen egy nagyon jó kis rendezvény legyen, és hogy köszönöm szépen a szervezőknek, de hát az önkormányzat is partner volt, ahogy elmondta a Győrvári úr is, hiszen a sátrak felállításába, az ideszállításba, a terület előkészítésébe aktívan részt vettek a közmunkásaink és a közüzeminek a munkatársa is. Minden jó, amire van igény, ugye? Így van. Tehát azt gondolom, hogy a rendezvény az akkor jó, hogyha látszik, hogy megtalálta a célközönséget, és eljönnek az emberek. Én azt gondolom, hogy ma ez abszolút igaz. El tudja képzelni, hogy ez a jövőben is folytatód? Én nagyon remélem, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, hanem ez évről évre megismétlődhet, és lehet, hogy egyszer majd még a helyszínt is kinövi ez a rendezvény, és valóban a Mózsa partján lenne, a vásártéren lesz az a akár több ezer ember, akik eljönnek a megye vagy az ország minden pontjáról, vagy az ország határon túlról is. Ilyen rendezvényekre mindig szükség van, és én köszönöm a szervezőknek, és sok sikert kívánok továbbra, és ezt meg tudjuk így közösen valósítani. Kinézett már valami vásárfiát magának? Hát itt körbenéztem azért így van, hogy ott akkor merre van, hát valamivel biztos, hogy én is haza fogok térni, és nem üres kézzel megyek a vásárból haza. Kentán eleborjazott, te igaz-e? Úgy bizony. De annak a borgyúnak a fele engem illet. Kendet? A mi illetnék kendet? Mert ahogy volt, nekem Kend bikája. Mi? Hát küldött volna nekem a Kend bikája? Hát csak azért, mert a faluban nincs másnak bikája. Valakinek meg hát meg kellett hágni azt a tehenet. Úgy biza, de ki mondta, hogy a Kend bikája hágja meg? Már ki másé lehetett volna? Imási, mindegy, ha megtörtént. Kend bikája volt, mit csinálja véle? Nem maradtak el a finom falatok, a bográcsban sült fogások és a Laci konyha sem, de kézműves sportékák közül is válogathattak a résztvevők, valamint népi kézműves foglalkozásokat, játékokat is kipróbálhattak a gyerekek. A program a Szentlőrinci Önkormányzat, a Holcim Magyarország Kft., illetve a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep támogatásával jött létre. Kíváncsian várjuk a folytatást. Körint a gyermekműsorok, mentőautó, tűzoltóautó és egyéb csecsebecsék. Már is mutatjuk az idei gyermeknapot Szentlőrincről. A Szentlőrinci gyermeknap és közbiztonsági nap egyaránt felejthetetlen élmény hűtött a helyi családoknak az Urbak téren. A rendezvényen a mentők, a polgárőrök, a tűzoltók és a rendőrök is bemutatták járműveiket, amelyek különösen nagy érdeklődést váltottak ki a gyerekek körében. A vidám hangulatot körhintázás, lovaglás és kocsikázás is fokozta, hol a gyermeknevetés töltötte be a teret. Sok mosolygós arc és boldog családi pillanatok jellemezték ezt a különleges napot, amely összekötötte a közösséget és a közbiztonsági szerveket. Leltem egy zsák makkot, ebből ti is kaptok. Na figyelj ismét, és a tudás anyja még egyszer! Dombon törik a diót, hegyen meg a mogyorót, zajjuk ide csattok, völgyben meg a maszkot. Ja, az már nem kell, várja, még egyszer! Három diót feltörtem, négy mogyorót,
Leltem egy zsák makkot, ebből ti is kaptok. Na most már mindenkinek megy, akkor közösen figyelj! Dombon törrik a diót, hegyen meg a mogyorót, zajjuk ide csattok, völgyben meg a makkot. Itt vagyunk a közbiztonsági nap sűrűjében, és Földvári Jánossal beszélgetünk arra, hogy milyen múltra tekint vissza ez a kezdeményezés. Mikor volt az első? Ez a 8., tehát 7 évvel ezelőtt indítottuk el ezt a programot. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen saját kútfőből merített dolog, és hagyományőrzés céljából terveztem azt, hogy ebből legyen valami. Én úgy gondolom, hogy az idők során beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ha most körülnézünk, látjuk azt, hogy ez valóban egy nagyon sikeres program. Igen, ugye általában az év 365 napján, hogyha villogós autót látunk szirénázva, akkor valami baj van, valami gond van. Ellenben most itt van egy csomó villogó autó, és mindenki örül, mosolyog, szinte a gyereknapnak egyik legkedveltebb része. Bevaló célja egyébként ezeknek a rendezvényeknek a fiatal generációnak a megismertetése a rendvédelmi szerveknek a munkájával, tevékenységével, eszköztárával, és kedvet csinálni ahhoz, hogy majd akkor abban az időszakban, amikor nekik szakmát kell választani, akkor jusson eszükbe ez is. A polgárőrökről általában mi jut eszükbe az embereknek? Mennyire szerették meg, kedvelték meg ezt a fajta úgymond egyenruhás szervezetet? Gyakorlatilag mit adnak a polgárőrök a lőrincieknek? Megmondom őszintén, mi büszkék vagyunk arra, hogy a lakosság részéről a visszajelzések folyamatosan pozitívak. Tehát Isten igazából igénylik, szeretik a mi jelenlétünket a közterületeken, illetőleg különböző rendezvényeken. Ezeknek igyekszünk is megfelelni. Tehát én úgy gondolom, hogy a visszacsatolás az teljesen egyértelműen pozitív. Milyen a nexus a rendőrökkel, a tűzoltókkal és a többiekkel, akik ma itt képviseltetik magukat? Hát azt kell mondjam, kollegiális az együttműködésünk, tehát bennünket is partnernek tekintenek a hivatásos szervek részéről is, sőt, hát azt kell mondjam, hogy sok esetben azokat a szolgálatokat, amiket ők a mi közelműködésünk nélkül nem tudnának ellátni, ebben óriási a segítség, amit a polgárőrség ad mondjuk a rendőrségnek. Ma persze dolgoztok is, hiszen rendnek kell lenni egy ilyen rendezvény alkalmával is. Nagyon sok a gyerek, nagyon sok a közlekedő ember, azért oda kell figyelni a szabályokra. Igen, gondoltunk erre is, mert hát gyakorlatilag itt futkosó gyerekek vannak, és hát tényleg önfeledten néznek meg mindent, eszközökre fölmásznak, különböző eszközöket kézbe vesznek, amelyeknek esetleg lehet veszélye. Lesz majd délután egy habparti, ami ugye egy némi kis csúszás veszéllyel jár, illetőleg most a déli órában lesz egy motoros bemutató, amely de szintén készülünk, hogy mindenféle biztonsági dolgot meg tudjunk oldani. Önkormányzati képviselőként elégedett vagy ezzel a képpel, amit ma itt látsz? Szerintem közel 1000 ember van itt a téren. Kifejezetten örömmel tölt el az, amit most itt látunk, és tényleg nagy öröm az, hogy a Szentlőrinc lakossága igényli ezt, és szereti azt, hogy ezeket a programokat itt létre tudjuk hozni. Mert nem minden a fejlesztésekről, a betonról szól, hanem az emberekről is kell, hogy szóljon egy város élete, ugye? Pontosan az, hogy mindenki jól érezze magát, és akár egy ilyen rendezvényen, de mondjuk egy szimpla hétköznapon is, tehát amikor azt mondom, hogy este 9-kor, 10-kor kényelmesen ki tudok sétálni nyugodtan és békében, ez egy nagyon fontos dolog. Azt még áruljuk el, hogy mennyire nyitott szervezet a polgárőrség. Ha most valaki úgy gondolja, hogy jövő héten szeretne csatlakozni hozzátok, megteheti? Hát így konkrétan jövő héten nem, de egyébként a jelentkezését természetesen nagy szeretettel várjuk. Egy lényeges szempont, ami most komolyan megváltozott, hogy innentől kezdve már a belépést megelőzően kell egy erkölcsi bizonyítvány, ami eddig csak bizonyos körülmények között volt szükséges. És utána hajrá! És várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Most mi a baj, barátom? Most mi a baj? Semmi? Semmi. Jó, hát akkor semmi. Na, a jó pörkölthöz azt írja a szakácskönyv, hogy vegyünk egy ilyen jó kis lábost, fog meg hang... Barátom, fogd meg ezt a lábost, fogjad csak, jó? Figyelj, hanga. Fiúkra mindig nagy szükség van a konyhába. Főleg, amikor mosogatni kell. Na. És akkor jó pörkölthöz azt ír a szakácskönyv, hogy először vegyünk egy ilyen jó kis hagymát, jó? És akkor... Nem hagyma, mi ez?
Kanál, persze lesz kanál, azzal fogjuk enni. Miklós Dezső Romogy a polgármestere is itt van a rendezvényen. Ha jól látom, unokát hoztál magadra. Igen, az unokával jöttünk, nagyon tetszik neki, nagyon szereti ezt a Diszkiri zenekart. Legfőképpen azért jöttünk, mert ez családi rendezvény, és szeret a kisgyerek játszani, most is ezen a jumping volt rajta, úgyhogy nagyon élvezzük, a szerencsére jó idő is van. Szinte mindent kipróbáltatok már? Nem, csak egy pár helyen voltunk. Most van még mit kipróbálni? Van még mit kipróbálni, a kisfiúnak nagyon tetszett a hintó, mentünk egy kört a hintóval, úgyhogy nagyon tetszett, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Szent Lőrinc jó megrendezi, megszervezi ezeket a programokat? Igen, le a kalappal a rendezés előtt, nagyon-nagyon korrektak, nagyon, de nagyon jó, és örülünk neki, hogy ilyen jó rendezvényen itt lehetünk. Ez egy családbarát rendezvény, ugye? Igen, igen, igen. Épp jövő héten lett pont nálunk Romonyán is egy ilyen falunak féle. És megismétlitek egy kicsit kicsibe. Kicsit kisebbe, kicsit kisebbe. Kisfiúnak nagyon tetszett a tűzoltóautó, a rendőrmotor kerékpár, úgyhogy nagyon örülünk neki, és jól érezzük magunkat. Lufit vettetek már? Ezután következik a legvégén, nehogy elszálljon itt a tömegben. Szép napot nektek! Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok! Kívánok mindenkinek további szép programot, szép napot és nagyon jó egészséget! Fogta a párnákat, hőbe, és fészket rakott a földre, és van neki egy jó kis tükje, azt játsza, hogy ad egy tükre. Figyelj! Ezeket fel! Ha felemelem a mancsom, akkor ő is úgy csinál. Ha behajlítom a térdem, akkor ő is úgy csinál. Ha megrázom a popsim, akkor ő is úgy csinál. De este aludni kéne, ő csak minden szétdobálja. Ha felemelem a mancsom, akkor ő is úgy csinál. Ha behajlítom a térdem, akkor ő is úgy csinál. Ha megrázom a popsim, akkor ő is úgy csinál. De este aludni kéne, ő csak minden szétdobálja. Rácz Magdolna képviselő asszony unokával érkezett a gyermeknapra, ahogy illik, ugye? Természetesen a nanámomával, a kis pótunokámmal érkeztem. Milyen a hangulat ez idáig itt az Urbak téren? Csodálatos a hangulat, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, rengeteg játék lehetőség van, nagy a választék. Én úgy látom, mindenki megtalálja a magának való kis szeretett játékát. Ti magatok is sorba álltok, éppen fogadtozni szeretnétek, ugye? Természetesen már fél órája itt robotolunk, itt állunk, de kivárjuk a sorunkat természetesen. Ahogy élik, mások is ezt teszik. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan eljönnek ma ide? Nem gondoltam, mert elég sok program van a faluban, és ennek vagyunk, illetve a városban, de ennek ellenére nagyon sokan vagyunk, és úgy látom, hogy mindenki boldog. Lehet látni, hogy ez a családok városa, mindenki gyerekestől jött ki természetesen, és megtalálja a számítását. Természetesen megtalálja a számítását, nagy a lehetőség, sok játék van, és ami hát mindenkinek a rendelkezésére áll, itt többször igénybe is vehet egy-egy játékot, és most látszik, hogy mennyi sok apró gyerek van a városban. Gondolom, nem sokat dilemmázik az önkormányzat azon, hogy ilyen rendezvényeket évről évre meg kell rendezni. Természetesen meg kell rendezni, és amennyire lehet ingyenessé kell tenni, és nagyon sok játék ingyenes. Sok ilyen vidám rendezvényt kívánjuk a lőrincieknek. Nagyon szépen köszönöm, és így legyen. Kiújtom a nyelvem. Ha jó, befogom az orrom, akkor eset csinál. Ha kacsacsört csinálok, akkor az úgy csinál. Ha jó nagyot sikítok, akkor ő is úgy csinál. Ha felemelem a mancsom, akkor ő is úgy csinál. Ha behajlítom a térdem, akkor ő is úgy csinál. Ha megrázom a popsim, akkor ő is úgy csinál. De este aludni kéne, ő csak minden szétszabály. Jaj, ha felemelem a mancsom! Polgármester úr, bevált ez a konstrukció évekkel ezelőtt, hogy a közbiztonsági napot összegyúrták gyakorlatilag a gyermeknappal. Jó ez a kettő az egyben konstrukció? Igen, ez a visszaigazolás azt mutatja, hogy igen, hiszen egy gyerekek vannak itt zömében, ugye ők hozzák a szülőket erre a mai rendezvényre, és egy kisgyereknek az egy nagy öröm, vagy nagyobbaknak is, ugye, hogy rendőrrel találkozhat, tűzoltóval, fölülhet egy rendőrmotorra, beszállhat egy rendőrautóba, vagy egy tűzoltóautóba, hát, és akkor ugye ott a szakemberekkel is találkoznak, akik egy-két szót elmondta, hogy mire kell vigyázni, és a közlekedés, vagy a kerékpárgravírozás, és mellette ugye itt van a körhinta. Tehát ez két külön rendezvény, csak egymás mellett. Az előző percekben találkozott Szigetvár új rendőrkapitányával is. Gondolom pár szót azért váltottak egymással. Igen, igen, most már másodszor, harmadszor találkoztunk az elmúlt időszakban, hogy ő új a kapitány. Azt gondolom, hogy megtudtunk, néhány szót váltottunk arról,
hogy látja ő itt a helyzetet, hiszen a területen is ő új, a Szigetvár és a Szentőrinci járásba, és hát elmondta, azért más, vannak más problémák, vannak más jellegű feladatok, mint a korábbi feladata, ami volt a másik területen, de pozitív tapasztalatai vannak. Persze a mai nap a munkáról, a kacagásról és a vidám családi együttlétről szól, hát ez az Urbach tér most így az elmúlt időszakban szinte be lett lakva. Igen, tehát ez azért jó az a helyszín, mert közel van. Tehát akik itt laknak a közeli házakba, lakásokba, akkor leugranak, elszaladnak haza, esetleg kisgyerekkel is pelenkázás. Habár a mai naptól már a büfé épülete ugye megnyílt, és már lehet, ott a pelenkázásra van lehetőség, meg a WC használat is a gyerekeknek, ami a játszótér mellett ugye egy hiány volt, de ez is nem hogy elkészült, hanem működik, tehát azt gondolom, hogy itt igen. És arra azt szerettük volna, vagy arra törekedtünk, hogy minden korosztály azért találjon magának egy kis örömet. Az idősebb, a nagyobb gyerekek a nagy körhintára tudnak fölülni, vagy a szülők is és a gyerekek is a hinton tudnak menni, de a trambulinon is, tehát azt gondolom, hogy minden is közben lehet venni egy kis élelmiszert is, ezt-azt, édességet. Tehát azt gondolom, hogy így most az időjárás is velünk van, tehát együtt van itt a rendezvény. Olyan ez, mint egy nagy vidámparkban lennék, nem? Igen, én azt gondolom, hogy tényleg a mindenféle, aki bár, tehát a legkisebb gyerektől a legidősebbig, tehát az általános iskola vége fele is megtalálja a lehetőséget, és ez nagyon fontos, hogy itt együtt akkor el tudja tölteni a család, és igyekeztünk azt, hogy persze vannak fizetős dolgok is, tehát itt az árusoknál vehet ezt azt, de a legtöbb dolgot ugye azt próbáltuk úgy, hogy mindenki számára elérhető legyen, és itt is szeretném megköszönni azoknak, akik ebben a munkában részt vettek, a felajánlásaikkal, a munkájukkal hozzátesznek, hogy itt valóban ma a szentlőrinciek valóban jól érezzék maguk. Úgy látom, jobban vannak az égiek, hiszen csodálatos idő lett itt mára. Így van, tehát itt pont mondták is, hogy nincs az a nagy meleg, de nincs is hideg, nem esik az eső, én remélem, hogy ez 3 óráig kitart, és akkor innen mindenki úgy megy haza, hogy egy sikeres rendezvény volt, mind a szervezők elégedetten, mind pedig akik kilátogattak erre a mai rendezvényre, és azt látom, hogy azért a szomszédos településekről is nagyon sokan átjöttek, és remélem, hogy mindenki jól érzi magát, ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt években. Viszont azt gondolom, hogy ez a gyereknap, nekem is voltak, vagy vannak is gyerekeim, tehát kisgyerekek is voltak, és az iskolában is azt mondtam, igen, ez egy fontos, olyan napokat kell szervezni, ahol a szülők, gyerekek, és akkor a tanárok együtt vannak. Itt azt mondtam, hogy akik tudnak hozzátenni, és nagyon nagy összefogás az, hogy itt ennyien eljöttek, és hozzátesznek. Én ezt köszönöm szépen mindenkinek. Ez is hozzátartozik a szentlőrinci összképhez? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, természetesen, hisz a dolgos hétköznapok mellett kell egy olyan nap, amikor a szülők a gyerekeikkel ki tudnak mozdulni, és nem kell elhagyni a város határát, hanem évente egyszer-kétszer, mert azért azt mondom, nem csak gyereknapon törekszünk mi erre, hanem most legutóbb, hogy a május 1-i rendezvényünk is ugyanitt volt, tehát hogy a városba találják meg azt a szórakozási lehetőséget, és azt gondolom, itt most minden adott, vannak az állandó, hiszen a játszótér az állandóan itt van az év mindennapján, de ezek az extrákat, ezeket ma hoztuk ide, és így elégedett és mosolygós arcokat látok, akkor pedig én is örülök, hogy sikeres volt a rendezvény. Az önkormányzat szervezői ezúttal is jelesre vizsgáztak az egyen és formaruhás szervezetekkel együtt, és akik mindebből profitálhattak, azok a családok voltak, mert összességében egy felejthetetlen napot tölthettek el az Urbach téren. Azt játszok, hogy van egy tűrünk, és most... Választás 2024 műsorunk következik itt a Lőrinc TV-ben. Először is ismerkedjenek meg a polgármester jelöltekkel. Kedves nézőink, polgármester jelölteket mutatunk be. Elsőként Vörös Sára, a képviselőasszony a vendégem, aki a kormány oldal polgármester jelöltje Szentlőrincen. Nagy tisztelettel üdvözlöm Önt. Jó napot kívánok mindenkinek! Hogy jött az ötlet, a gondolat, hogy felvállalja a polgármester jelöltséget? Volt-e ennek már előélete, mondjuk már az előző ciklusban is? Ezt a rövid előélete volt, mert nyilvánvalóan az ember szeretne tenni a városáért, ahol él, ahol felnőtt, és nyilván ezért is vállaltam 10 évvel ezelőtt a képviselőséget, és úgy gondoltam, hogy ez egy folyamat
amit felépítek én is, és ha látom, hogy úgy alakulnak a dolgok, akkor valaki mellett, ha úgy érzem, hogy többet tudnék hozzátenni, akkor pedig önállóan is felvállalom ezt a feladatot. Úgy érzed, hogy megérett a helyzet? Tehát eljött az a pillanat, amikor megmérettetheti magát, mint polgármester jelölt? Mindenképpen úgy érzem, nyilván akkor nem is indultam volna, ha ezt én nem érezném. Az a legfontosabb ebben a dologban, hogyha az ember úgy érzi, hogy tudna még hozzátenni, még lehetőségeket kihasználni a város fejlődése érdekében, akkor én azt gondolom, hogy ez felelőssége is, hogy felvállalja. Ön képviselő volt ez ideig is a testületben. Belülről hogy élte meg ezeket a folyamatokat? Gyakorlatilag mennyire építkezett, mint polgármester jelölt, mondjuk az előző ciklusban? Az előző ciklusban egy picit úgy éreztem, hogy megálltunk a dolgokkal. Tehát azok a dolgok, amik pályázatként megjelentek, azokban, amire pályáztunk, azokat a fejlesztéseket, beruházásokat meg tudtuk valósítani. Voltak olyanok, amelyek topos pályázatok voltak, volt, amelyek kimondottan kormányzati támogatással épülhettek meg. Én azt gondolom, hogy ezt már mindenki tudja, nem kezdeném őket felsorolni, nagyon sok információja van a lakosoknak erről, különösen az utóbbi időszakban. De úgy érzem, hogy egy újabb lendületet kéne venni. Tehát nem csak ezeket a lehetőségeket kihasználni, hanem egy picit előre tekinteni, egy más koncepcióba képzelném el én a város fejlődését, hozzányúlni olyan dolgokhoz is, amik nem feltétlen pályázati lehetőségekként jelentkeznek elsősorban, hanem a mi terveink, a mi elképzeléseink a város lakóival együtt, és aztán ehhez keresnénk majd támogatókat. Na nézzünk akkor konkrétumokat. Gondolom egy ilyen polgármesteri jelöltség azzal is jár, hogy az ember megálmodja, megtervezi, hogy milyen programmal szeretne indulni a választásokon. Összeállt-e egy ilyen koncepció? Én azt terveztem magammal, és azon gondolkodtam, amikor így elhatároztam ugye véglegesen, hogy elindulok, hogy én egy alapvető célt tűzök ki magam elé, ez az együttgondolkodás és a partnerség. Ez nagyon fontos, hogy megvalósuljon szerintem egy település életébe. És ezzel kapcsolatban kértem a lakosokat egy szórólapon keresztül is, hogy mondják el a véleményüket, ők hogy látják most a várost, mi az, amiben szeretnék, hogyha még jobban kiteljesedne a fejlődése, mi az, amit ők is látnak, hogy esetleg van még mit javítani rajta. És ezek a visszajelzések azért elég sokatmondóak voltak. Nyilvánvalóan, amikor valaki elindul polgármesternek, akkor van egy elképzelés az ő fejébe, és nagyon szépen rá csúszott ez az elképzelés sor a lakosság részéről is a programomra, úgyhogy azt elmondhatom, hogy úgy tudom majd kialakítani, hogy és véglegessé tenni majd, hogy az ő elképzeléseik is maximálisan szerepelnek benne, de hogy akkor mondjak egy-két konkrétumot, amiről szó volt. Én szeretnék egy városközpontot kialakítani Szentlőrincen, ami egy városiasabb jelleget mutat. Ez nyilván egy hosszú távú vagy hosszabb távú terv, mert ezt ugye egyik napról a másikra nem lehet kialakítani úgy, hogy már adottak bizonyos lehetőségek, amik már itt vannak, tehát ahhoz kell hozzátenni azt a puszt. Szeretném átalakítani egy picit a közüzemünknek a működését egy kimondottan városgondnokság jellegű intézményé, amely kifelé szolgáltat a település felé, és ebből majd aztán tud kiépülni egy nagyobb géppark, és egy olyan segítséget tudunk nyújtani a városba lakók felé, amelyek ugye már egy szolgáltatás bővülést is jelentenének. A munkaszervezést is úgy gondolom, hogy egy picit át lehetne alakítani. Nagyon sok esetben az az érzésem, hogy nem igazán pénzkérdés a dolgok más irányba való fordulása, hanem hozzáállás kérdése, egy picit nagyobb odafigyelés kérdése, és azokban a dolgokban próbáljunk meg irányt szabni, ami a mi dolgunk, és utána hadd működjön az intézmény vezetője oldaláról tovább a történet. Szeretném, ha felgyorsulnának azok a
telek kialakítási folyamatok, amelyek ugye ide tudnák vonzani a fiatalokat, vagy a mi fiataljainknak újabb lehetőségeket biztosítanának, és igazából azt is szeretném, hogyha ebben tudnánk támogatni őket. Nagyon fontos volna jobban bevonni a helyi vállalkozókat a település fejlődésébe, fejlesztésébe. Én azt gondolom, hogy náluk jobban senki nem gondolja úgy, hogy jól megvalósuljanak ezek a dolgok, rendben legyen, mert ők is itt laknak, itt élnek, itt tervezik a jövőjüket, szeretnénk, ha minél többen így terveznék a jövőjüket, és minél többen vissza is érkeznének Szentlőrincre, mert úgy érzik, hogy egy olyan települést kapnak, ami az ő számukra megfelelő. Ez ugye nyilván abban is megnyilvánul, hogy legyenek bizonyos olyan ipari parkok, ugye, vagy ipari park, ami itt Szentlőrincen is jó lenne. Nyilvánvalóan ez a park, ez idézőjelbe téve, mert hát természetesen szentlőrinci léptékben gondolkodom ezeknek a fejlesztéséről. A biztonságosabb közlekedés is lehet így. Ugye már egyszer elindultunk a gyalogátkelőhelyek kialakítása irányába. Nyilvánvalóan ez nem egy olyan egyszerű történet, hogy csak veszek egy doboz festéket és fölfestem, ennek nagyon komoly hatósági előírásai is vannak, és engedélyezési folyamata, de ezt újra lehet gondolni, lehet, hogy nem ott, ahol első körbe gondoltuk, talán máshol könnyebben megvalósítható. Nagyon fontosnak tartanám a parkolási rendünknek a még további megoldását. Én azt látom, hogy az autók nem lesznek kevesebben, ha bizonyos területről kitiltjuk őket, vagy szabályozzuk, akkor azok nem eltűnnek, hanem áthelyeződnek máshova. Most is látom ennek az eredményét is. Nyilvánvalóan az egy nagyszerű dolog, hogy éppen most nem kell három kört menni valakinek, hanem meg tud állni a postánál, de hosszú távon úgy gondolom, hogy az a feladat, hogy találjunk parkoló helyeknek megfelelő helyet az autóknak, és akkor kevesebben fognak ott állni, ahol nem szeretnénk. És hát nyilvánvalóan volt egy dolog, aminek annak idején egy picit belecsaptam a közepébe, ez a garázs építéses történet volt. Azt gondolom, hogy ezt is úgy kell megvalósítani, hogy lehetőség szerint mindenki megelégedésére, és vannak ötleteim arra, hogy hol lehetne még nem messze kialakítani garázstelkeket, ahol talán kevésbé lenne zavaró. Szentlőrinc a családok városa, olvastam valahol ezt a szlogent. Ül ez a valóságban, vagy azért sokat kell ennek érdekében még tenni, hogy valóban a családok városa legyen? Azt gondolom, hogy kell tenni érte, és nem is lehet ezeket a fejlesztéseket és gondolatokat soha félretenni, hogy na most ezzel végeztem. Mindig vannak újabb kérések, újabb elképzelések, ugye nyilvánvalóan a város részéről és a városvezetés, akár az én részemről is, de nyilván megjelennek olyan információk, kérések a város lakói felől, amelyeket én azt gondolom, hogy a legnagyobb odafigyeléssel és a legnagyobb, legszélesebb módon való felmérésével annak, hogy amit adok, az tényleg mindenkinek, vagy a legtöbbjüknek pozitívan jelenjen meg az életébe, ne legyen olyan helyzet, hogy az egyik oldalra sikerült adni, a másik oldalt pedig nem hallgattam meg. Valami közös, konszenzusos elképzelésre gondolok ezekben az esetekben is, és azt hiszem, hogy erre partnerek a város lakói. Hát mondtam az előbb is, hogy abból is megmutatkozott, hogy nagyon sokan visszaküldték ezt a kérdőívet, és ezt nagy örömmel vettem, mert úgy gondolom, hogy ezek szerint foglalkoztatja az embereket a településük, és nem igaz mindig az, hogy jó van az úgy, vagy jó lesz ez így, vagy nem megyek, mert úgy sem fog megvalósulni. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, ugye, hogy Tarcsa puszta és Keresztes puszta is a Szentlőrinchez tartozik közigazgatásilag is, egy település részünk. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy én képviselőként voltam kint előző alkalommal is, azóta is párszor. Voltak ott ígérvények, én azt gondolom, hogy az ígéretek ideje lejárt. Alakulgattak ott közösségek, és aztán így picit így visszalépést vettem észre
mert úgy érezték talán, ebben nem vagyok biztos, nyilván nem kérdeztem meg erről mindenkit, de akivel beszéltem, annak az volt a véleménye, hogy igazából nem történt meg az, amit szerettek volna, a közösségi ház nem lett olyanná, hogy abban tényleg egy közösségi tér alakulhasson ki, hogy több területen is működhessen, és hozzá alakuljon ugye a programokhoz. Én azt gondolom, egy közösség akkor tud működni, ha van hol összejönnie neki, ha van hol találkozni, és nagyon sok fiatal is van kint, családosok, akiknek úgy gondolom, hogy legalább annyira fontos figyelni, mint a Szent Lőrinc városon belül lévőekre. Persze minden terv annyit tér, amennyit megvalósítanak belőle, és hát kell egy alap is, amire tud építkezni, akár majd az új képviselőtestület is, amely egyéb iránt októberbe kezdi csak meg a munkáját. Milyen a város gazdálkodása belülről? Jó-e az az alap, amivel rendelkezik a város? Jelenlegi képviselőként azért van erre rálátása. Én mindenképpen, és amennyire rálátásom van arról, azt állíthatom, hogy igen, megvan az alap. Abszolút nem mondhatom, hogy itt szórta volna a város vezetése a pénz, sőt, én úgy látom, hogy voltak esetleg olyan dolgok, amiket meg lehetett volna még valósítani. Ez az úthálózat és a járdák kérdése. Persze van egy pályázat, sőt, több lába is van ennek a pályázatnak, a belterületi utak, illetve a külterületi utas pályázatunk is, amiben benne vannak bizonyos útjaink, de úgy gondolom, hogy volt azért egy-kettő, amit már előbb is meg lehetett volna javítani, egy-két járdát rendbe tenni. Nem azt mondom, hogy egyszerre kell ezeket a dolgokat megcsinálni, de el kell kezdeni, mert konkrétan némely esetben tényleg járhatatlanok is. És azt gondolom, visszatérve a kérdésre, hogy igen, van alap, gondolom, hogy lesz is alap, és azt látom ebből, hogy bizonyos dolgokat el lehet majd kezdeni, megvalósítani, és aztán nyilvánvalóan a prioritásoknak megfelelően lehet erre építeni a következőket. Én nyilván úgy tervezem, hogy ezek összefüggéseiben valósuljanak meg. Nézzük a lobby erőt és az ebben rejlő lehetőségeket. Ön jelenleg is a megyei közgyűlésnek tagja, kormány támogatása, kormánypárti támogatása indul a választásokon. Lehet ebből profitálni? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, eddig is úgy gondolom, hogy profitált ebből a város. Nagyon sok esetben ugye a pályázatainknál ráemelési kérelmek kerültek be a megyei közgyűlés elé is, és minden esetben többekkel együtt is úgy gondoltuk, hogy ezek nagyon fontos projektek, és fontos, hogy megvalósuljanak, és ne akadjanak el, és lehetőség szerint a legmagasabb színvonalon valósuljanak meg. Ehhez mindig maximálisan álltam hozzá én is, és a képviselőtársaim is a közgyűlésbe, és voltak olyan esetek nyilvánvalóan, amik kormánytámogatást igényeltek, mert ez egy nagyobb összeg volt, nem az a kategória volt, nagy örömünkre ezt is sikerült elérni, és az óvoda ugye egy nagyobb összeget kapott arra a Lisztovi, hogy befejeződhessen az ottani beruházás. És természetesen voltak olyan beszélgetéseink, többek közt pont a belterületi utas és a külterületi utas pályázatainkkal kapcsolatban is, ahol hát voltak megbeszélések azzal kapcsolatban, hogy én mit gondolok, hogy gondolom szükséges-e, mennyire szükséges, úgy gondolom, hogy az én igenem is számított ebben. És végül egy utolsó rövid választ kérnék szépen rá, miért éppen Vörössárra és miért nem Koltai Péter? Én úgy gondolom, hogy van bennem annyi erő és energia, hogy tudok egy újabb lendületet adni a településnek, és a programom is talán ezt mutatja majd kifelé, és bízom benne, hogy a város lakossága is úgy gondolja, hogy 10 év után lehet egy váltás akár a vezetőben is, és az ő hozzáállásával, az ő mentalitásával esetleg egy más irányt venni. Polgármester jelölt asszony, köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen! Már is folytatjuk polgármesteri jelölteket bemutató beszélgetéseinket, mégpedig Koltai Péter független jelölttel, aki második ciklusát tölti a testületbe, de 2002 óta a testület tagja. Üdvözlöm, polgármester urat! Én is üdvözlöm, és a nézőket is. Milyen érzés látni a különbséget, hogy polgármester jelölt, mondjuk most egy ilyen szórólapon, ilyenkor szaporában ver az ön szíve?
Hát azt gondolom, hogy ez mindig egy bármikor az embernek az életébe. Tehát legyen bárhol vezető, vagy egy döntés előtt, azt gondolom, akkor el kell gondolkozni, hogy most lesz egy megmérettetés, ahol a döntéshozók eldöntik, hogy őt alkalmasnak találják-e, illetve véleményformálás az mindenképpen ilyenkor kialakul. Természetesen az embernek elgondolkodik ilyenkor az ember, hogy na mi lesz az eredmény, és hogy megtette mindent annak érdekében, hogy egy pozitív elbírálásba részesüljön. Ilyenkor önmagába is rovancsol, tehát mondjuk egy szórólap elkészítésére készül, vagy egy bemutatkozó beszélgetésre képviselőjelöltekkel együtt, akkor ugye átgondolja, hogy mi van a serpenyőben? Igen, az embernek végig kell gondolni, de szerintem nem csak választásról választásra, hanem évről évre. Egy zárásként mindenképpen, hogy abban az évben megtettünk-e mindent, vagy én magam megtettem-e mindent annak érdekében, hogy a maximumot hozzuk ki a lehetőségekből. És ilyenkor a kollégákkal is leülünk, akár a hivatali dolgozókkal, akár képviselőkkel, akivel együtt dolgoztunk, ugye, vagy dolgozunk évről évre, vagy ismerősökkel, barátokkal, akik elmondják a véleményüket, hogy hát Péter, hát ezt azért még meg kellett volna csinálni, ez elmaradt, erre miért nem figyeltetek. Ez biztos, hogy egy nagyon fontos dolog, de a választás az, amikor itt tét van, ugye, és azt mondjuk, hogy igen, most úgy döntött a lakosság, hogy újra lehetőséget ad a polgármesternek vagy egy képviselőnek, vagy azt mondják, hogy köszönjük a lehetőséget, eddig tartott. Milyen volt ez a ciklus? Hát elég, ha csak a Covid-ra gondolunk, és hát a gazdasági válságra, ami itt a háborúnak is köszönhető, inflációval, egyéb nehézségekkel, azért elég hektikus, változatos volt ez az időszak. Igen, azért sok olyan probléma jött elő, amit meg kellett oldani, ami egy nem várt lehetőségek, vagy nem várt problémák voltak. Az ön által említett Covid az abszolút az volt, amikor ugye a város lakosságán is kellett segítenünk, és olyan helyzetekbe kerültünk, ami előtte még példa se volt rá. De én azt gondolom, hogy itt az az összefogás, ami jellemezte az öt évet, a lakosság szempontjából is azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptam én is, hiszen a civil szervezetek, magánszemélyek annak idején, ugye a maszkokat jöttek az idősek, a varrónők, a gyesen lévő anyukák, hogy ők akkor ezt bevállalják, a segítés az időseknek a bevásárlásnál, az otthon maradt gyerekekre való figyelés, hiszen az óvodát is ugye zárni kellett, az iskolák is bezártak. Ez egy olyan helyzet volt, amire nem lehetett előre fölkészülni, vagy nem volt egy forgatókönyv, ha ez bekövetkezik, akkor mi a legjobb megoldás és mi a feladat. De ez az összefogás, ez nagyon jól kijött ebbe az időszakba, hogy egységben a város szinte minden tagja a maga részéről oda tette úgymond magát, hogy segítsük az idegeneket is, hiszen a bajban ismerszik meg a balát, ugye van ez a mondás, én azt gondolom, hogy itt Szentőrinc azért jól szerepelt, és a szentőrinci lakosság egy pozitív hozzáállást mutatott. Volt olyan időszak, amikor megjöttek az első számlák így a gáz és a villany vonatkozásával, hogy majdnem szívszélütést kapott a polgármester? Igen, mert ugye ezek, amikor az energiaárak ugye elszaladtak, akkor ez a mi költségvetésünkben azért nem így volt betervezve, és jöttek az intézményvezetők, hogy hoppá, itt ennyi, és nem tudunk többet spórolni. Ez ugyanaz, mint a családoknál is. Hát a családoknál az egy kicsit más, hogy a helyzet, hiszen ezt az átmeneti időszakot átvállalta a költségvetés, az állami költségvetés, és nem annyira érezte a lakosság, hogy hoppá, itt most azért jóval magasabb lett a villanyszámla, vagy jóval magasabb lett a gázszámla. Az önkormányzatoknál ez egy ideig azért eléggé olyan vészjósló volt a helyzet, de itt is megértették az intézményvezetők, megértette a lakosság, hogy át kell gondolnunk a dolgainkat, és csak a legfontosabbakat és az indokolt költségeket tudjuk bevállalni. A nehéz helyzetek új szituációkat szülnek, és hát nagyon sok kompromisszumot kell ilyenkor kötni. Hát, mint ahogy az állam vezetésében is van most ez a vészkormányzás, gyakorlatilag ez megvolt az önkormányzatoknál is, nem kellett mindig testületi ülést tartani ebben az időszakban, de ön azért minden egyes döntését megosztotta testület. Így van, ugye, tehát ez a lehetőség, ami azt gondolom, és ez nagyon sokszor előjön a testületi üléseken is, hogyha Szentlőrinc egyedül lenne bizonyos területeken tulajdonos, akkor mennyivel egyszerűbb, hogy nem kell annyit egyeztetni. De most ez a mindennapi életben, a gazdasági társaságoknál is, hogyha egy kézben van a tulajdonos,
vagy a cég egy személynek a tulajdona, akkor ott kevesebbet kell egyeztetni. Na most, ahol több tulajdonos van, a természetesen a tulajdonos társakkal ugye egyeztetni kell, és megtárgyalni, hogy hogyan továbbod. Ebben a helyzetben volt az a lehetőség, hogy a polgármesternek kicsit nagyobb volt a szabadsága, és egyedül hozhatott meg döntéseket, és ezzel így voltam én is. Viszont azt se szabad elfelejteni, hogy azért ez felelősséget is átrúl. Tehát nem csak a lehetőség, hanem a felelősség is átkerül a polgármesterről, tehát a döntéshozóra. Én azt gondolom, hogy mivel a lakosság nem egy polgármestert választott meg annak idején, hanem egy vezető társakat választott, egy képviselőtestületet választott annak idején a 19-es választásnál. Én ezt természetesnek vettem, hogy a képviselőkkel ezeket a döntéseket át kell tárgyalni, és nem lehet visszaélni ezzel a lehetőséggel, hanem a képviselők is el is várták, én azt gondolom, hogy ők a lehetőségeket tehát nem engedik el, a véleményüket el tudják mondani, és közösen hozzuk meg azokat a döntéseket. Ez nem mindig testületi ülés formájában történt, hanem, tehát nem ülés, hanem egy testületi megbeszélések, ahova természetesen a képviselőtestület minden tagja meghívást kapott, és hát lehetőség, ugyanúgy, mint a testületi ülésen, hát van, amikor valaki el tud jönni, van, amikor nem tud eljönni, de a lehetősége a vélemény elmondására, a döntéshozatalba való beleszólásra, az minden egyes képviselőtestületi tagnak, azt mondom, hogy az első perctől az utolsóig ez megadatik. Amikor kinyitjuk a sportújságot és látjuk egy mérkőzés végeredményét, nem gondoljuk, hogy mekkora küzdelem volt ott a 90 percben. Hát amikor rovancsolunk így a ciklus vége fele, hiszen itt azért októberig még vissza van egy rész, akkor mindenképpen elmondhatjuk, hogy nagyon szép projektek valósultak meg Szentlőrincen, de egyik se volt egyszerű itt azért. Hosszú volt az út, amíg az átadásig el lehetett jutni egy projekt kapcsán. Ezt már korábban is mondtam, és azt gondolom, aki nincs benne a rendszerbe, az el se tudja képzelni, hogy azért ez nem egy egyszerű történet, hiszen egy állami pénzről, önkormányzati vagyonról való döntésnél, ugye pályázati pénzeknél azért nem úgy van, mint amikor otthon a homlokunkra ütünk, és azt mondja, na, elmegyünk és veszünk valamit, akár több százezer forintért, vagy milliókért, az ember azt mondja, vesz egy autót, és ő otthon eldönti, hogy ezzel mi lesz. Tehát azért ez egészen más. Itt a különböző jogszabályok, amik kötik a döntéshozatal folyamatát, a menetét, ezt végig kell vinni. Tehát a közbeszerzés, a közbeszerzőnek a kiválasztása, majd utána a közbeszerzés, a tervező, a kivitelező, az utolsó pillanatig mindent, azt gondolom, és ez valahol jó, ha ez jól működik, mert így a legjobb ajánlatot lehet megszerezni, viszont ez sokkal nehézkesebb. Én azért kaptam egy-két olyan telefonhívást, hogy miért nem kapott ő, mint szentlőrinci vállalkozó lehetőséget egy-egy beruházásnál, majd akkor utána kiderült, hogy hát ő nem pályázott, mert ő nem is tudta, hogy ez így működik. Tehát én kértem azt a amikor egy nagyobb projekteknél van, és tudjuk, hogy alvállalkozókat be kell vonni, akkor minden alkalommal azt kértem a nyertes pályázótól, a kivitelezőtől, hogy lehetőség szerint helyi vállalkozókat vonjon be a projektbe. Erre volt is példa. Azonban azt ne felejtsük el, hogy a fővállalkozó az felelősséggel tartozik. Tehát anyagilag is felel azért a munkáért, amit ő elvégez. Tehát ez nagyon sokszor úgy megy, hogy a bevált partnereit hozza magával, és akkor tud ő felelősséget vállalni a munkájáért. Tehát ez olyan kettős dolog, hogyha kisebb részek vannak, akkor ezt igen, itt volt hatásunk rá, és azt mondta, hogy jó, hát ezt egy helyi vállalkozó is meg tudja oldani, de zömében azért itt egy ilyen csapatok jelentkeznek, olyanok, akik összeszokott csapat, és hozza mindenki a maga tapasztalatát és a bizalmát. És a bizalom az egy nagyon fontos dolog, legyen testületről szó, vagy akár a kivitelezőknél. Tehát ezt megbontani nagyon nehéz, tehát hogy ebbe beleszólni, de mondom, hogy senkinek nincs kizárva a lehetősége az iránt, hogy ő most beadjon egy pályázatra, egy kivitelezésre, vagy egy szolgáltatásra, amit az önkormányzat meghirdet. Hát ezekkel segíteni csak akkor tudunk a helyi vállalkozónak, ha a helyi vállalkozó is lép, és azt mondja, hogy igen, én ebbe a projektbe szeretnék lenni. Ez nem azt jelenti, hogy a helyi vállalkozó kilökheti a másikat, de vannak olyan mutatók, amikor azt mondjuk, hogy igen, a helyi vállalkozó vagy a helyi referenciákat be tudjuk számítani. Érte hátrány Szentlőrincet abból fakadóan, hogy független, azaz nem kormánypárti a polgármestere? Így, hogyha rovancsolja
imént meg elvégzett projekteket, megvalósult nagy projekteket, akkor szép a lista, ugyanakkor lenne ez még szebb, ha mondjuk a önkormánypárti lenne? Ez lenne a kérdés. Én azt gondolom, hogyha most erre én azt mondanám, hogy kormánypárti politikusként nagyobb lehetőségeink lettek volna, vagy akár nekem, akkor ezt egyesek azt mondanák, hogy hoppá, én korrupcióval vádolom meg a döntéshozókat. Tehát én nem tenném ezt. Én nem hiszem azt, hogy ebbe a rendszerbe nehezet kérdezett, hogy azért tudjak a mesdjén maradni. Én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy esetleg kormánypárti települések nagyobb támogatást kapnak, de azért azt nagyon sokan megjegyezték az elmúlt időszakban, hogy Szentlőrinc kormánypárti, vagy kormányhoz párti közel álló polgármesterek is, hogy Szentlőrinc azért nagyon szépen teljesített. Én azt gondolom, ezt egy dologgal lehet elérni, legyen valaki vagy kormánypárti, vagy nem kormánypárti polgármester, ha egy korrekt együttműködés van, és az előbb már említett más témakörben, azért ezt említettem, a bizalmat, ha megvan az a bizalom. Tehát mindenki szeretné, hogyha az általa odaadott pénz az jó helyre kerülne, és az úgy lenne felhasználva, amit arra a felhasználó, vagy az odaítélő is szeretne. Tehát a topos pályázatoknál, ugye, ahol zömében itt ugye a megyei önkormányzatnál is voltak döntések, akkor a megyei önkormányzatnál született döntéseknél, ugye azt kell tudni mondjuk elnök úrnak, mondjuk őri elnök úrnak, hogy azok a pénzek, vagy azok a projektek megvalósulnak, jó helyre kerülnek, és úgy valósulnak meg. Én azt gondolom, hogy őri úrral is egy olyan kapcsolatba kerültünk az elmúlt időszakban, hiszen most már ő is több éve a megyei közgyűlés elnöke. A korábbi elnökökkel is megvolt ez a kapcsolat, akár indulok, mert az első elnök, akivel valamilyen szintű kapcsolatom volt, hogy ez a Hargitay János volt, aki utána országgyűlési képviselő lett, és már nem a megyei elnök volt, de ott mi dolgoztunk együtt. Szerintem mindenképpen ez a legfontosabb. És ha az emberbe azt látják a döntéshozók magasabb szinten, hogy nem maga felé hajlik a keze, és egy becsületes ember, hogy úgy mondjam, akkor szerintem a bizalom is megvan. Nagyon sok helyen okozott megdöbbenést az, hogy Szentlőrincén ilyen hamar lett tanúszoda. Tehát ez több település polgármesterével beszéltem, aki azt mondta, hogy nálatok lett a tanúszoda. Nagyon egyszerű volt azt mondom, ez a történet. Arról szólt, hogy itt volt egy szakmai döntés, ezt ugye alátámasztotta az akkori tankerületi igazgató, a Kalapáti Attila, aki ugye itt a négy járás összefoglaló tankerületnek a vezetője volt. Őt is nagyon régről ismertük, tehát tudtuk, hogy a másik mit akar, és a bizalom megvolt közöttünk, és ez megvalósult. Ő azt mondta, hogy igen, logikus. A másik rész pedig azt mondom, hogy persze egy politikai döntés is, ami szintén megvolt a támogatottság ez iránt. És nagyon sok olyan pályázatunk van, ahol ez kialakult. Tehát nem biztos, tehát nem jó az, és nem azt kell képzelni, hogyha valaki nem kormánypárti, akkor ellenségnek tekintik. Nem, ez nem feltétlenül így van. Attól, hogy valaki nem kormánypárti, nem fideszes polgármester, az nem biztos, hogy ez egy ellenség, vagy az ellenzék és az ellenség az nem ugyanaz. Tehát ezen magyar nyelvi szépen lehet különbséget tenni, és azt gondolom, hogy én azokkal, akikkel annó most már lassan 15 éve együtt ültem a megyei közgyűlésbe, és nem egy oldalon, egy frakcióban voltunk, a mai napig is beszélő viszonyban vagyunk, segítjük egymás munkáját, és egy emberi kapcsolat attól nyugodtan kialakulhat. És én ezt várnám el a nálam följebb lévő döntéshozóktól is. Egy utolsó kérdést ezt a másik jelöltnek is feltettem, persze ellenkezőleg. Miért Koltai Péter, és miért nem Vörös Sára? Hát, hogy én miért szavaznék a Koltai Péterre, arra azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, és lehet, hogy furcsa lesz, amit én mondok most, de a
kormányzati oldalon is, a kormányzati, tehát az elérhető szinten, tehát nem azt mondom, hogy én Orbán Viktor fölveszi a telefont, mert holnap fölhívom, tehát ez nem igaz, de a másik jelöltre se. Tehát azt gondolom, hogy van egy bizalom a kormányzati döntéshozók oldaláról is, és azokkal, akik benn lesznek a megyei közgyűlésbe, mert nincs olyan polgármester jelölt ma Szentlőrincen, aki a következő ciklusban a megyei közgyűlésnek a tagja lesz. Tehát azt gondolom, hogy azokkal a döntéshozókkal jó magam is, és vezető politikusokkal is az elmúlt 10-15 évben nyugodtan mondhatom, jó kapcsolatot alakítottunk ki. Megvan az a bizalom, megvan az a tapasztalat bennem, én úgy érzem, aki ezt tovább tudja vinni, megvannak az előkészített projektek, és nem tudom, hogy a képviselőasszony ugye mondta, hogy megkérdezte, nem tudom, mit válaszolt. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, hogy az elmúlt időszakban is mindenki, tehát nem kell velem egyetérteni, én mindig is azt mondtam, nem kell velem egyetérteni, de a véleményét azt mondja el. Tehát nem lehet úgy előre haladni, hogy nem mondom el a véleményemet, csak ilyen sundán-bundán majd ott máshol beszéljük meg. Én ezt kértem mindig is a civil szervezetek vezetőitől is, a képviselőtestület tagjaitól is. Teljesen mindegy, hogy most melyik plakáton mosolyogtunk. Én azt gondolom, hogy az én, mikor képviselő voltam, akkor is nagyon sok olyan téma volt, ahol én nem értettem egyet az akkori polgármesterrel, de mi megbeszéltük a dolgokat. Ő tudta, hogy mi az én gondolatom, és mit gondolok egy-egy döntésről, és én is tudtam, hogy ő. És én ugyanezt várom el, és vártam el az elmúlt 10 évben is, hogy a képviselők azok mondják el a rendelkezésükre álló információk alapján, hogy ők mit szeretnének, nekik mi a prioritás, és akkor tudjuk ezeket megbeszélni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 év egy korrekt együttműködésre adott alkalmat minden képviselő számára, és ezzel éltek is a képviselők, vagy legalábbis a többség azért mindenképpen élt. Most azt mondom, hogy a 8-ból lehet, hogy csak 7-en, De még azok is, akik korábban igencsak máshogy gondolkodtak rólam, azok is azt mondták, hogy jó, hát azért lehet velem együtt gondolkodni. Nem lehet, kell együtt gondolkodnunk, nekem is, a esetleg bizonyos témákban másként gondolkodókkal, de én mindig azt mondtam, a testületülésben, amikor bekerültem én a testületbe, akkor is, hogy a pártpolitika az nem a szentőrinci méretű településeknél fog eldőlni. Nekünk az a feladatunk, hogy a nézeteinket ütköztessük, ha van, az értékrendünket, vagy az egy-egy programról lévő értékeinket esetleg megvitassuk, de Szentőrinc javát kell néznünk, és nem pedig pártpolitikai dolgokról vitatkozni. Azt lehet kinn a folyosón utána, hogy ki hogy nyilatkozott a tévébe, vagy a minisztériumnak, melyik államtitkára, vagy miniszternek a mondatát ki hogy értelmezi, de a Szentlőrincet érintő projekteknél mindig arra kell törekedni, hogy a szentlőrinciek többségének egy-egy döntés mindig a többségének az érdekeit vigye tovább. Azt gondolom, ezt meg tudtuk valósítani ebben a ciklusban, és remélem a következő időszakban is lesz rá lehetőségünk. Polgármester úr, polgármester jelölt úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, a folytatásban képviselőjelölteket mutatunk be önöknek két-két percben, mindazokat, akik vállalták, hogy kameránk elé állnak. Jöjjön hát összeállításunk! Tisztelettel köszöntöm a nézőket, Balatoni Ferencnek hívnak, közel 50 éve élek Szentlőrincen, házas vagyok, 2 felnőtt lányom van, illetve 3 unokám. A civil életemben, középiskolába, főiskolán és a felnőtt képzésbe tanítottam. Végzettségem szerint elvégeztem a főiskolát, a műszaki főiskolát, elvégeztem a Janus Pannonius Tudományegyetem és a Műszaki Egyetemet. Közel 18 éve vagyok a város képviselője, ezen idő alatt jelentős beruházások történtek a városban. Korábbi időben töltöttem be a polgármesteri tisztséget, illetve bizottságot is vezettem. Egy kis visszatekintés az elmúlt 18 év beruházásaira. Az Eszterházi Egészségközpont, az új iskola, az 2 óvoda felújítása, 2 bölcsöde, a geotermikus energia bevezetése. És ugye annak következtében, hogy járási központ lettünk, így elkészült az új uszodánk is.
De ne csak visszafele tekintsünk, hanem tekintsünk inkább előre, hogy ha megválasztanak, akkor mit szeretnék, miért szeretnék küzdeni. Mindenek előtt bizonyára kedves nézők hallottak arról, hogy Bicsérden egy komoly beruházás fog elkészülni. Ez a beruházás még előkészület alatt van. Most kell azért harcolni, hogy ennek a beruházásnak legyen Nyugat-Baranyai és így Szentlőrinci kiterjesztése is. Könnyebb a munkahelyet idehozni, mint utána az 50-60 embert minden nap utaztatni. Nagyon fontosnak tartom a kelet-nyugati közlekedés felújítását, a hatos út felújítását, aki ezen az úton jár manapság látja, hogy túl zsúfolt, keskeny az út, és az útnak a minősége nem megfelelő. Nagyon fontosnak tartom a varjúkérdés megoldását, elkötelezett híve vagyok a környezetvédelemnek és a szelektív hulladékgyűjtésnek. Kérem a tisztelt nézőket, ha úgy gondolják, hogy az eddigi munkásságom és itt elhangzottak alapján alkalmas vagyok, tiszteljenek meg a bizalmukkal. Köszönöm szépen! Tisztelt szentlőrinciek, köszöntöm Önöket! Perta Levente vagyok, 1968-ban születtem Pécsett. 2001-ben Királyházára, 2015-ben pedig Szentlőrincre költöztünk a családommal, két kiskorú gyermekemmel és a feleségemmel. Szeretném röviden ismertetni a programjaimat. Mindenképpen megoldást kell találni a varja költési helyeinek lakóvezeten kívülre helyezésére, például célszerűen más őshonos fészeképítés céljára nem alkalmas fafajták telepítésével. A már megépült parkjainkban csobogók, szökőkutak elhelyezését javaslom, ezzel nem csak esztétikai értéket jelentő térépítészeti elemek, hanem a nyári kánikulában a komfortérzetet javító új találkozási pontok valósulhatnának meg. A városban élők tulajdonában lévő és a városon áthaladó gépjárművek száma és ezáltal a közúti forgalom évről évre nő. Kezdeményezni szeretném a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételét újabb gyalogátkelőhelyek kijelölésével és megépítésével. Továbbá a közintézmények közelében kialakított parkolási övezetek újragondolása mellett P+R jellegű parkolóhelyek kialakítását biztosítandó a helybeni és a városunk agglomerizációjából érkezők és továbbutazó gépjárműveinek biztonságos elhelyezését. Szintén kezdeményezni szeretném a Tervezzük Együtt platform elindítását, amely évente az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével biztosítaná, hogy az önök által javasolt elképzelések közül egy megvalósításra kerüljön. A fentieken túl célom, hogy Szentlőrinc Gazdasági és Pénzügyi Egyesülete továbbra is stabil maradjon, egyre inkább szisztematikus és városképileg egységes és környezetvédelmet szem előtt tartó igazi zöld formában fejlődni képes, dinamikus kisvárossá váljon. Kérem, június 9-én az önkormányzati lista szavazólapja 7. helyen rám, illetve az EP és megyei önkormányzati szavazólapon pedig a Momentum mozgalom listájára szavazzon. Figyelje és kövesse a hivatalos Facebook oldalamat friss információkért. Itthon otthon, otthon Európában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt szentlőrinciek! Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Földvári János képviselőjelölt vagyok, függetlenként, és itt szeretném megköszönni az önök bizalmát, amit az elmúlt ciklusban kaptam önöktől. Ennek eredményeként a Gazdaság és Pénzügyi Bizottságot vezettem az elmúlt ciklusban, amikor is rengeteg pályázat és beruházás kezdődött, illetve fejeződött be. Többek között sorolhatnám, hogy mind a két óvodánk megújult, két új bölcsődét építünk, illetve a másodiknak most készül el az építése. Ezen kívül fölépítettünk, én úgy gondolom, hogy nagyon sok településnek a büszkeségére válna egy olyan játszótér. Kondiparkot építettünk, megcsináltuk a kastélyparkot, és gyakorlatilag ezek a beruházások a most a belterületi utaknak a felújításával, illetőleg a külterületi utakra, mert erre is pályázatot nyertünk, ezeknek a pályázatoknak a megvalósulása most indul, most kezdődik. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent, pozitív dolgot tudtunk itt létrehozni az elmúlt időszakban, és azon kívül, hogy a gazdasági bizottságot vezetem, a közüzemi Kft.-nek vagyok felügyelőbizottsági elnöke. A közüzemi Kft. Ugye, aki a
területeknek a gazdája, illetőleg a közterületeknek a rendbetételével foglalkozik. Kétségtelen tény, hogy mindig lehet valamit jobban csinálni, de én úgy gondolom, hogy viszonylag elég elfogadható színvonalon tudnak dolgozni. Van egy új projektünk, ami úgy néz ki, hogy be fog tudni indulni. Egy svájci alappal kapcsolatos program, aminek alapján mi úgy gondolom, hogy a közüzemeket be tudjuk majd kapcsolni a távfűtésbe. Kérem a bizalmukat és szavazzanak rám, keressenek a 4-es alpont alatt. Tisztelt Szent Lőrinciek! Győrvári Márk vagyok, vagy ahogy a lapon fog szerepelni, Győrvári Márk Pál. Két dolog miatt indultam most a választáson. Az egyik az, hogy évtizedek óta elhivatott szolgálója vagyok Szent Lőrincnek. Tanácselnökként, alpolgármesterként, polgármesterként végeztem munkámat. És most nehéz időszakok jönnek egyébként az önkormányzatoknál, és éppen ezért szeretném felajánlani a segítségemet. A másik, hogy ezt a hatalmas tapasztalatot, amit én összegyűjtöttem évtizedek során, ezt szeretném átadni. Átadni azoknak, akik tovább tudják vinni ezt. Nem csak a tapasztalatot, hanem a széles ismeretségi kört, a széles kapcsolatrendszert, mert szükség lesz erre. Szeretném, hogyha szentlőrinciek biztonságban élnének, hogy szentlőrinciek olyan helyzetbe kerülnének, hogy jövedelmeik legyenek, jövedelmük legyen, olyan keresetük legyen, olyan állásuk legyen, amiből meg tudnak élni, amiből nyugodtan tudnak megélni. Éppen tegnap, a tegnapi napon Navracsics miniszter úrral folytatott tárgyalásunk alapján, beszélgetésünk alapján, most a következő időszakban olyan pénzek érkeznek, hogy járásokra lesznek lebontva. Egy új dolog, mert a járások fogják önmaguk eldönteni azt, hogy milyen fejlesztések kerülnek mely településekhez. És ez megint nagyon fontos, hogy Szent Lőrinc a helyzetbe kerüljön, hogy a többi járással szemben is, és a településekkel is együtt tudjon működni azért, hogy minél több forrás lehessen idehozni. Én úgy gondolom, hogy ezzel fogják jelenteni majd Szent Lőrinc jövőjét. Én nagy tisztelettel köszönöm az önök bizalmát, és mindenkinek kívánok sok sikert az életében. Köszöntöm a Szent Lőrincieket. Horváth László vagyok, 42 éves. Három gyermeket nevelek feleségemmel. Itt élünk, itt építkeztünk. 2004-ben szereltem fel, hivatásos lettem, börtönőr lettem. A ranglétrán, ahogy mentem felfelé, mindig újabb megbízásokat kaptam, amiket rendszerint megfelelően teljesítettem. Mai nap biztonsági tisztként szolgálok, százados rendfokozattal. Kétszer mentettem sikeresen életet. Ezt 20 éve űzöm ezt a szakmát, innen hozok egy jó adag hazaszeretetet, tiszteletet, önuralmat. Az életem másik része a sport. Ennek megfelelően a Szent Lőrinci Testépítők és Erőemelők Sportegyesületet vezettem 2006 óta. Rengeteg erős ember versenyt szerveztem, állóképességi versenyeket, két nemzetközi testépítő bajnokságot szerveztem, ami világbajnoki kvalifikáció volt. Sikeresen vezetem 18 éve ezt a sportegyesületet, rengeteg embert megismertem. Szent Lőrinc közösségi életében folyamatosan szerepet vállalok, építem a kis közösségünket. Szeretnék a testületben, a megalakuló testületben részt venni, ezt a fiatalos lendületemet, határozottságomat, hazaszeretetemet az önök boldogulására felajánlani. Ennek megfelelően szeretném kérni a 9-én a szavazatokat, támogassanak. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, én Katona András vagyok, a Szent Lőrinci mentőállomásnak a vezetője, illetve hát ebben a ciklusban is önkormányzati képviselő a polgármesteri tisztségben. Úgy érzem, hogy az előző ciklusban az amúgy sem egyszerű munkámat jelentősen megnehezítette, akár a Covid-járvány, akár az energiaárak kontrollálatlan elszabadulása. Ezzel együtt sikeresnek minősítem az elmúlt ciklust, amiről hát nyilván nem én nekem kell véleményt alkotnom, hanem majd ezt megteszik a választópolgárok június 9-én.
Amit magamról szeretnék elmondani, hogy ezentúl, vagy ezúttal nem függetlenként indulok, hanem a Momentum mozgalomnak a képviselőjeként, de alapvetően a koncepcióm nem változott, én az országos nagy politikát nem szeretném ide helyébe hozni Szentlőrincre. Itt továbbra is pártállástól függetlenül kell együtt dolgoznunk a városnak az érdekében. Nagyon büszke vagyok az elmúlt ciklusban megvalósult beruházásokra, gondolok itt az óvodára, bölcsödére, a játszótérre elsősorban. Igyekszem továbbra is azt a vonalat képviselni, hogy egy családbarát város képét nyújtsa Szentlőrinc. Én két gyermekes apukaként ezt nagyon tudnám díjazni. Ha fölhatalmazást kapok önöktől, hogy maradhatok a testületbe, akkor megígérem, hogy e szerint fogok dolgozni a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kovács Krisztina szentlőrinci független képviselőjelölt vagyok. 5 éve a testület tagja képviselőként, illetve alpolgármesterként. A város életében napi szinten aktívan közreműködöm, mint a beruházások, fejlesztések, illetve a napi szintű problémák megoldásában. Különösen fontos számomra a városunkban a közösségi élet építése. Rendkívül büszke vagyok rá, illetve nagy öröm számomra, hogy olyan új rendezvényeket, programokat sikerült megvalósítanunk az elmúlt években, melyek a korábbiakhoz képest újdonságként hatottak. Előre is köszönöm, amennyiben június 9-én megtisztelnek bizalmukkal. Tisztelt választópolgárok, ismételten eltelt 5 esztendő, és elékeztünk a választásokhoz. Én 2002 óta vagyok jelen a város életében, mint képviselőtestületi tag, és azóta voltak olyan ciklusok, amikor sokkal erőteljesebb, gyorsabb lendületet vett a város. Én azt szeretném, hogy most is egy új lendületre kapjunk. A következő időszaknak a fejlesztési forrásaival a kormány meg fogja célozni a kis és középvárosokat, ilyen többek között Szentlőrincet is. Az 5000 fő fölötti települések fognak kapni nagyobb horderő lehetőséget a pályázati forrásokra, illetve a pályázati pénzekre, fejlesztési lehetőségekre. Én úgy gondolom, hogy ezt a városnak nagyon ki kell használni. Az elmúlt időszakban kicsit mérsékeltebbek voltak ezek a fejlesztési lehetőségek, akár az uszodára, akár a Liszt-Ferenc utcai óvodára, akár a játszótérre, ipari parkra gondolok, ezek még az előző 5 évnek a pályázati forrásai voltak, amelyek most futottak ki. A következő időszakra nincsenek nagyobb pályázati pályázataink az önkormányzat részéről, ezért mindenféleképpen ki kell használnunk az új lehetőségeket. A kormány kifejezetten fogja támogatni a következő időszakban a geotermikus lehetőségeknek a kihasználását. Szentlőrincnek van erre ambíciója és lehetősége, a kút igaz nem a miénk, de érdekelté kell tenni a kitermelőt abban, hogy ezt a fejlesztési forrást be tudjuk adni és pályázni tudjuk, és középületeket lehessen újba bekapcsolni a geotermikus lehetőségbe. És én arra kérem a tisztelt választópolgárokat, hogyha elégedettek voltak a munkámmal, akkor a következő időszakban is és a választáson is támogassanak szavazatokkal. Köszönöm szépen! Tisztelt szentlőrinci lakosok, Rácz Magdolna vagyok, a képviselőtestület tagja, azon belül is a Humán Bizottság elnöke. Az 5 év folyamán a polgármester úrral és a képviselő testület tagjaival összefogva nagyon sok fejlesztést, gondot, problémát oldottunk meg. Természetesen nem eleget. A ciklus vége fele vannak még olyan feladataink, amit nem végeztünk el, és fontos lenne. Ilyen például az idősek otthonának a fejlesztése, bővítése és az apartmanházaknak a kialakítása. Én szeretnék még a szentlőrinci lakosokért dolgozni, az idősebb korosztályt képviselni, és ezért kérem önöket, ha önök is úgy gondolják, hogy érdemes vagyok erre a feladatra, akkor szavazzanak rám. Én megköszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, ennyi fért választási összeállításunkban. Önök megismerhették a bátor képviselőjelölteket, akik odaálltak kameránk elé, és a két polgármester jelöltet. Június 9-én pedig bölcs döntést tudnak majd hozni.
Kedves nézőink, ennyi félt a Lőrinc Televízió aktuális magazin műsorában. Takács János kollégámmal együtt megköszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!